Illetve Top Chill, nekik kell még beállni. Top Chill lesz az utolsó, aki beáll minden lóagépben. Start, elindult az 1600 méteres Dalmandi díj, és jól sikerült az indítás gyakorlatilag az egész mezőnynek Párduca mezőny végén. Előtte viszont nagyon jól együtt galopozik az egész mezőny, és Heidi vállalja magára a vezetést Tímár Zsuzsával. Heidi, Téno és Toshiro, ez az első három lósorrendje kívül jól tartja magát a vezető lovakhoz. Top Chill próbál följebb jönni, és Császár az utolsó előtti helyen helyezkedik, amikor a lovak a túlsó oldal közepén járnak, és megérkeztek az átjáróhoz. Téno most már egyértelműen második pozícióban van a vezető Heidihez képest. Vezet tehát Heidi, mögötte pedig Téno, Toshiro, Quentin, Top Chill pedig a mezőny végén jelen pillanatban, amikor a lovak a túlsó oldal végén járnak már, Heidi továbbra is magabiztos. Heidi az élen, Heidi diktálja tempót, mögötte pedig Toshiro, Heidi, Toshiro, Téno és Párduc. Párduc följebb jött, és úgy látszik, hogy a kanyarban sincs problémája Párducnak. József Parigállal a nagyon szoros negyedik helyen van, Császár még mindig csak az utolsó előtti helyen, Top Chill pedig megkezdi a mezőny végéről a zárkózást. Heidi magabiztosan vezet, Heidi a startót az élen, mögötte Toshiro, Heidi, Toshiro, Téno, kívül pedig Top Chill indul el, Császár visszaesett a mezőny végére, de hát nem rossz helyez, mert még nagyon közel vannak egymáshoz a telivérek. Jön az utolsó 400 méter, és nagyon nyílt a futam. Heidi könnyen kézből galoppozik, Heidi támadja Téno, benne a falon pedig Toshiro, Toshiro, Heidi, Téno, és ön kívül Top Chill. Top Chill óriási rendülettel támad, Quentin is elég közel van, Párduc most már kezd elfáradni, azonban nagyot küzd Heidi, Heidi még mindig elől van. Jön az utolsó 150 méter, és jön Top Chill kívül, Heidi pedig lehet, hogy végigvezetve megnyeri a versenyt. Top Chill azonban a végén nagyon erős, és Gorán Mesetovics hozzá lovagolja Top Chillt. Heidi mögötte a második, és Toshiro lehet majd a végén a harmadik. Úgy van, én is Toshirót láttam harmadiknak. Hát kérem szépen, itt a nap meglepetése vélhetőleg. Top Chill megnyeri a verseny 8-assal, egy nagy hajrával Gorán Mesetovics, az újabb osztrák siker, és hát kérem szépen, a legutóbbi negyedik helyezése után, ami még egy hónappal ezelőtt volt itt a Kincsen Parkban, egészen sokat kellett, hogy Top Chill előre jöjjön. Hát a gátversenyben se bírta fejezni, aztán négyből negyedik lett Top Chill. Hát úgy tűnik, hogy itt 5 évesen a szezon második felére kezd magára találni, és hát a folyamatos versenyzések ezek szerint előre hozzák Top Chillt. 59,5 kg-mal megnyeri a versenyt. Pedig Heidi nagyot fut. 8-as, 5-ös. Harmadik helyre célfotót mondanak a 6-os és az 1-es között. Ugye Téno, ott belül pedig Toshiro látszik. Nézzük. Hát célfotód ez... a belső ló lehet. A belső, igen, ahogy csal a kamera, az pont őt hozza egy kicsit még plusz. Toshiro